Főkönyv. Úgy tűnik ez a Douglas Street heti feljegyzése, aki a Los Angeles-i víz és energiaművek csoportvezetője volt 1919-ben. Tehát akkor 1919 07-05. Whitman eltűnése után Price és Headed indítvány nyújtott be a vállalathoz. Ez készített arra, hogy megpróbáljam kideríteni a szándékukat minden... Minden örömmel ezzel... Minden erőmmel ezzel leszek. Na. Már fárad a szemem is, most már félreolvasok, meg félrebeszélek mindent. Na szóval 0706. A behatalások a csatorna ismeretlen részére eddig nem jártak semmilyen eredménnyel. A városház ezekről a részekről nem tudott más csolatokat adni, így hát vakon folytatjuk tovább. 7. hó. Akkor ez július 6, július 5, július 7. Sok furcsa és megmagyarázhatatlan hangról és eseményről számolhatok be, amik valószínűleg az LA csatorna legrégebbi részeiben történtek. Találtam egy rozsdás táblát, amelyen ez állt. Levy 1878. A történeteket csak túlvilágiként tudom leírni, mind hangban és alakban, de a bizsergés a bőrömön is hasonlóan az volt. A hideg, az árnyak és a suttogások, ezekre nincs magyarázat, kivéve talán, hogy a lények a képzeletem szülöttei. Holnap folytatjuk. És ez így is van, másnap még mindig semmi nyoma az eltűnt férfinak, de a félelem egyre csak növekszik bennem, mert attól félek, él odalent valami gonosz. Na, ha nem kívánok semmilyen Lovecrafti történetet mesélni, csak azt tudom, ami a szívemet nyomja. Nem akarok tovább hatolni azokban a sötét folyosókba, és véleményem szerint az a szerencsétlen ember már áldozatául esett valami ősi gonosznak, amely idelent lakozik. Elmondom a polgármesternek, amit láttam, és semmilyen nem néz őrültnek. Jó, július 11-e. Egy picit úgy. A polgármester a lehető legkomolyabban végighallgatta jelentésemet, és bölcsen, de határozottan kijelentette, hogy lezárja a csatorna alsóbb részeit, ahol szemtanúja voltam azoknak az ijesztő jelenésszerű eseményeknek. A nyilvánosságnak azt nyilatkozták, hogy Whitman, Price és Headed azért vesztek oda a csatornába, mert azok a részek már veszélyesek voltak, és tisztázatlan körülményű halálukkal fogják indokolni a lezárást. Mégis, ja. Ez így érthetőbb. Hát legyen. Imádkozni fogok a lelkükért, hogy megtalálják a túlvilági békét. Magam részéről kiléptem a részlektől. Nem akarok tovább sötét, föld alatti helyeken kutatni. A főkönyvet itt hagyom. Látatlanul és emberi szemtől elszigetelve. Itten ezen dolgok emléke is idővel eltűnik. Science Relief, Douglas Street, Foreman. Igen, a vállalkozás. LADVP. Gondolom. Gondolom én. LADVP. Na. Kis szemét. Itt volt megbújva. Igen, azzal visszajutnánk a felsőbb csatornákba, de inkább haladjunk előre. Aztán nyírbáljuk ki ezeket a dögöket. Aha, nem erre. Az már tuti. Lehet, hogy arra, de előtte még elnézek erre. Aha. Nulla sebzés? Hát ez hogyan? Au. Na jó, azért mondom, már 22. Egy. Hát, ez egy zsák utca. Akkor igazából ezzel a folyosóra csak azért volt érdemes eljönni, hogy megtaláljuk ezt a főkönyvet. És kicsit bepillantást nyerhessünk a háttértörténetben, mi is történik itt a csatornában már 1900-as évek eleje óta. De elvileg most azon a részlegen vagyunk, ahol, amit lezártak egy fallal. Mert itt van valami ősi gonosz. Vagy valami furcsa teremtmény. Aminek következtében ugye eltűnt egy-két ember. De mert hol lehet az a fal? Na, van egy olyan érzésem, hogy... Mert, ja, tudja, hogy arra kell majd tovább menni. Aha. Jó, ide majd mindjárt visszajövünk. Hát elnézek még ide. Kíváncsi vagyok, hogy itt mi van. Itt egy zsákutca van, jó. Akkor tudja, hogy arra kell menni. És majd azon az ajtón, de egyelőre
Egyelőre kíváncsi vagyok, hogy itt mi van. Aha. Dagadék. Na gyere. Aha. Ögy. A dagadék megdöglött. Meg a két hülye haverja is. Isten királyság. Jó. Aha. Jó, itt meg már csak patkányok vannak. Jó. Aha, tudsz, hogy ide kell bejönni. Ott van egy holttest. Pillanat. Így. Ott egy holttest. És úgy látszik, ez az a rész, amit elzártak. Jó. Nos, akinek nem nagy a zár feltörő képessége, az megteheti azt, hogy erre eljön. Opa. Kinyitja ezt a kaput, és átügyeskedi magát oda, átugrálgat. De mivel nekem elvileg nagy az árnyítási képességem, meg hogyha nem is nagy az árnyítási képességem, akkor vértisztításra meg tudom nevelni. Úgyhogy elvileg ki tudom nyitni ezt az ajtót. Elvileg. De ugye ez enyhén csapdának tűnik. Hát persze, hogy az is, mert itt van kettő hülye gyerek. Kukucs. Kukucs. Na, gyertek már! Nem akarok veletek egész nap itt tökölni. Hogy? Na nézzük. Hát, jó. Hol van a vértisztítás? Úgy. Na, kinyit. Kinyit. Úgy, köszöntöm szépen. Na és itt is vagyunk azon a cuclin, és elvileg, na most eléggé hülyén mutatja a játék, de onnan tudtak ide ráugrani. Jó, ezt nem lehet kinyitni, és akkor mindenki felkészült, hajrá. Fej, de gyönyörű vagy, drágám. Sőt, a hangod is egyszerűen... Jajajajajaj, nem. nem. Azt elfelejted, nagyon jó... Nagyon gyorsan elfelejted. És ne szívass, hogy itt nem tudok átmenni. Na most fog megdögleni. Jó. Fú. Szerencsé, hogy ez a dög nem tud mászni. Aha. Ezt elfelejted. Gyere. Nem tudsz ide felmászni, mi? Azon gondolt, hogy iszonyatosan nagyot sebez ez a dög. Ja. Tudom, ez igazából tökölésnek hangzik, de nem akarok a közelébe menni. Még ez a ralcol se. Semmivel se. Mellé. Jó, mindjárt megdöglik. Még pár lövés. Ó, majdnem. Ez közel volt. Egy. Ez a biztonságos és a leghosszabb módja, hogy ezt a dögöt kicsináljam. Nem. Nem játszunk olyat, hogy bebugolsz. Vagy ide fölbugolsz nekem. De jó, hogy mellé lövök. Nem. Ott lemaradsz, drágám. Itt ezt te fel nem jössz. És elfogyott. Hát jó, akkor... Nem. Inventory. Hát van itt nekem másik fegyver. Na. Hoppá, most pont elnyomtam.
Megint inventory. Az a gond, hogy most nincs beállítva, hogy ugye a puska melyik kezembe legyen. Jó. Hoppá. Hol le vagy te dög? Adj. Reload. Adj. És elvileg akkor mehetünk is tovább. Mehetünk is tovább. Aha. Sörítés puska az lőszer. Meg minden máshoz. Nézzünk még körbe gyorsan. Van itt még valami értékes cucc. Még látom, arra kell menni. De jó, ennyi. Ennyi az annyi. Na, most el ne csesszem. Amúgy azt hiszem ezekkel lehet operálni, hogy oda áttenni. De hízzük, remélem ágatok ugrani. Na! Ez fajú volt. Na, akkor. Kicsit csalunk. Picintét. Nem sokat. Egy. Ez az. Mert rájöttem, hogy túl pici az a... vagy túl nagy az a luk, és semmilyen karakterre nem lehet azt át ugrani. Úgyhogy ez van. Úgyhogy ez van. Na, most jön az utolsó csatorna rész, elvileg. Aztán utána már megtaláljuk a Nosferatukat. És már csak itt kéne valahogyan úgy leugrándozni, hogy ne halljunk meg. Jó. Egyszer. Aztán... Ada. Jó. Aztán ide. Menjünk biztosra. Inkább ide ugrok. Azt oda. Na most jön a necces rész. Jó. Ó, jó. Oda. Jaj. Oké, túléltük. Nincs semmi gáz. Oda. És akkor most középre. Fiúj. Hú, de kevés vérem van. Na most itt kéne valahogyan átugrani. De ugye, hol az a luk? Arra kell majd menni. Úgyhogy mondjuk itt. Na most jön a jó időzítés. És hát pont nem tudtam jó időzíteni. Na, ne már. Ti nem akarjátok ezt feladni? Kicsit ennem kell a patkányokba, mert ez így nem állapot. De ugye ilyenkor nem tudnak megtámadni. Gyere! Adj! Jó. Aha. Biztos, hogy nem. Azok mondta, hogy ilyen dolgokkal most el lesz ez a csatorna rész. De elvileg ki lehet őket játszani. Ha úgy állok. Aha. Úgy. Jó van. Fasza. Nem fasza. Nem fasza. Nem jó. Nem menekült. Lehet azért, mert kinyírtam az előbb a haverját. Vaj, de nem egyszerű. Hova letti? Jaj, nem. Béké hagysz. Nagyon gyorsan béké hagysz. Nem. Nem játsszuk azt, mint az előbb. A barátnőddel. Nem. Ezt elfelejted, na jó szívóság, ezer arc, vértisztítás, és meghalok.
Egyszer. Kétszer. És max HP-n vagyok. Nem már, hát... Meg sem tudom ütni. Hát... Azért ez... Poén. Mekkora dög ez, hogy mennyit kell ebbe beleütni, hogy megdögöljön. És maradt egy ősi vétesakom, Jézus Isten. Dögölj már meg! Nem! Pazogj már! Istenem! Hát itt döglünk meg. Na végre. Na jó. Nem játszunk ilyet. Távolról leszedjük ezeket a dőket. Mert úgy tűnik az ötös ez a arc, meg a szívóságom, meg a mindenem. Egyszerűen még nem vagyok elég képzett ezekhez a dögökhöz. Úgyhogy... Tudom, gangrel vagyok, de muszáj így csinálni. A francba most merre kell menni. Azon minden sarkon lesz egy ilyen dög. Aha, ott is van egy. De jó lenne, hogyha eltalálnám. Jó. Elvileg, hogyha most itt állok, akkor nem fog megmozdulni. De remélem, hogy sebzem. Nem. Nem. Befejezed, nem jössz ide. Töltsünk. Na igen, aki lőfegyverekre szakosodott, annak most könnyebb dolga lenne. Ez ellen a dög ellen. Mennyi innen. Áááá. Ciki. Na jó, mindjárt visszatérek. Na itt vagyunk újra. Most már szerintem páran sejtitek, hogy miért utálom ezt a küldetés sorozatot. Pont ezek miatt a rohadt dögök miatt, mert 5000 arcom van, és egyszerűen semmi. Egyszerűen meg tudom őket ütni. Ezeket a... Nem is tudom, mi a francnak lehet őket nevezni. Ezeket a dögöket. És komolyan, mi a fenét csináljak velük? Így gangrelként. Semmi értelme ennek az egésznek. És egyszerűen... Előveszem megint a shotgunt. Aztán azt tettem, hogy elkezdem lőni. De közben idejön a hülye haverja is. Tököm ki van ma mind a kettőve. Dögöljetek már meg mind a ketten, hát szórakoztok itt velem. Ez a gond a shotgunban, hogy iszonyatosan erős fegyver, de dögölte meg. De még újra töltök, ez egy örökké valóság. Főleg ez ellen a rusnya dög ellen. Ki akkorákat üt, mint a rohadt élet, meg gyors is. Na. A francba. Itt legalább van egy-két patkány, de hát most akkor is. Ezt kitalálta, komolyan mondom. Ez se volt komplett. Itt még volt egy egérke. Utálom ezt a rohadt küldetést, meg ezt a rohadt csatornát, ezt a helyet. Ha még azt mondanám, hogy mit tudom, betesznek egyet ide, meg a végére betesznek egyet, de nem, mert majdnem minden sarkon van egy ilyen dög. Plusz még ezek a vöcsköszörük is itt vannak, még pluszban még idegesítenek. Még ezek is. Szerencsé, van egy ilyen módszer. Ez a bugolás.
Csak még az lenne a legjobb, hogyha el tudnám találni a dögöt. De nem, mert megint kijön. Megint kijön a rejtek kép, és nekem megint át kell váltanom shotgunra. De közben megint itt van a valogamba. És csak 22-t sebzek. Úgy. Menekülés van ezerrel. Mert ugye újra kell tölteni. Úgy, most is meg elmenekülsz. Nem menekülsz el sehova. Gyere, ha már te szórakozol itt velem. Jaj, ne szívassá. Lőd már szép a... francba. Na. Megy ez, csak szép lassan. Iszonyatosan idegesítő. Meg az a gond, hogy idő előtt el fog fogyni, ha íz előszerem, szóval. Ajjajjajj. Nem egyszerű történet. Jó. Na nézzük, nézzük. Tuti itt is lesz egy a sarkom. Valamelyik sarkon, ott is van a hülye. Dögölj meg, jó? Tegyél szívességet és dögölj meg! Dögölj meg! Ott maradsz! Adj! És most ki leszel nyírva? Ribanc. Tudod te milyen szintén ki leszel nyírva? Még az a szerencsé, hogy bugol a játék. És ezeken a felüljárókon megakad. Valamiért. Meg gondolom, túl nagyra nőttél, drágám, aztán a játék úgy érzékeli, hogy már közel van a plafon. És beszorulsz. És ezért nem tudsz itt feljönni. Azért tök jó, hogy átlövök rajta. Én most elhasználom a pisztolyt. Meg a lőszerét. Nagyon sadgára, hogy később szükségem lesz. Ha lesz még ilyen hozzád hasonló. Nagy. Megy vissza Sotira. Megy, azt is újra töltjük közben. Közben előre haladunk. Jó. Kis patkányvér. Mondjuk, hogyha Nosferatu lennék, akkor meg is értem, hogy miért használom a patkányokat, de hát most akkor is. Mondjuk ez így korrekt, hogy a levegőbe bebugolt ez a patkány, de mindegy. Istenem. Na jó. Aj, ne már. Menj a francba, jó? Menj a francba, légy szíves. Menj a francba, légy szíves. De milyen rohadt gyors ez? Jó, mondjuk 4 lába van, de akkor is. Gyere! Gyere! Ne fuss el! Mondom, gyere! Gyere! Te dög! Úgy, legalább a sarkokon bebugolódsz. Gyere! Gyere, gyere! Nem, ez nem bugolt be! Ajaj! Futás van ezerrel! Nem! Már fogsz dögleni! Ugyanúgy, mint az előző társaid! Amint újra töltök. Na gyere, nyílt terep! Hoppá! Bár inkább ez csak neked kedvez. Nem nekem. Undorító! Undorító! Utálom ezt a küldetést. Ha, és ez egy fölküldetés, nem is egy mellékküldetés. Mellékküldetés lenne, már rég kihagytam volna a francba. Csak érjünk oda a Nosferatukhoz, beszédem lesz velük. Kapjak ezért legalább 5 TP-t minimum. 5 TP-t kérek. 5-5. Nem vagytok. Arra nem megyek, nincs az Isten. Erről jött a dög.
gondolom itt állt. Túl nagy a csend. Nem tetszik ez nékem. Jó. Jó, remélem jó fele jövök akármerre. Meg legalább az életem is egenerálódott az idő alatt. Jó, elvileg jó fele jöttem. Most már csak... Mi ott nincs? Aha, ott van. Ah, francba is észrevett. Na, futás van. Na, jó. Nekem az csak jó, hogyha bebugolsz. Gyere! De nem bugol be. Rohadjon, de bebugolt, jó, király. Nem bugolt be, nem bugolt be! De a francba! Úgy, használ. Jaj! Tölts! Itt van a valogamba. Hol tűnt? Ah, itt van. Nem. És nem tudom, merre kell futni. Erre. Jó, most erre. Megdög lesz. Azért mondom. Szarházik. Most anna felejtsem, hogy most merre kellene mennem. Azt hiszem erre. Jó, most erre. Hú, már annyi oldalról le van zárva ez a részleg, és nem is csodálom. Jó. Isten királyság. Remélem, hogy egyedül voltál itt. Egyedül jár öröztél. Jó. Vége van! Végre van ennek a rohadt küldetés sorozatnak. Most már csak le kell mennem a Nosferatukhoz. Isten királyság. Aha. Csak szeretnéd. Hol a panel, ami... Ah, itt van. Jaj, ne! Ne! Nincs vége! A felébe nincs vége! Meg kell találnom a kulcsot hozzá. És gondolom abban az irányban van, ahova azt mondtam, hogy rohadtul nem akarok arra elmenni. De úgy tűnik, a játék kicseszik velem, és igenis. Igen is, Szobi. Te szépen elmész oda. Amikor nem akarsz, akkor is. Fff. 16 lőszerem maradt a shotgunba. Azzal talán egyet ki tudok nyírni. Aztán utána bukta van. Aha! Jövök! Na. Hogy? Hol a társ? Ja. Jó. Dögöljetek már meg. Hogy? Igen, az előbb itt a Nosferatu menekült, futott. De úgy tűnik, hogy későn érkeztem ide, az meghalt. Na. Hol az F8? F8-al lehet mindenki kapcsolni. Jó. Elvileg belépőkártya. Királyság. Na most mehetünk. Újra tölt. Na, hogy még a végén a játék kicsesztem velem, csak azért is, hogy szívasson egy picit. De elvileg nem fognak visszaspannolni. És hát remélem. Bízok benne, hogy nem fognak visszaspannolni ezek a dögök. Ne csipogjatok, légy szíves. Örüljetek neki, hogy nem öllek meg titeket. Jó. És...
Azért azt nézzétek, hogy a vértartalékom a kritikus értéken van. Hát lehet csak is meg fogok örülni. Nem. Nem, elhasználjuk. Nem akarok itt balhézni. Na nézzük. Nézzük azt a dobozkát. Köszönöm. Ez az. Királyság, királyság. Na. Nosfi papá, kijövök! Uáj!